Az a helyzet, hogy nagyon keményen lekéstük ezt a buszt. Úgy volt, hogy elindulunk Prágába 23 óra 50 perckor, csak ugye 23 óra 30 perckor már elindult a busz. Aztán lestoppoltunk egy másikat, ami Romániába ment, azt hiszem, kiugrottak elé a szabélyék. Aztán most próbáljuk visszaváltani a jegyeket, de sehol senki. Aztán majd kitaláljuk, hogy hol alszunk, aztán elvileg majd kimegyünk reggel vonattal, vagy valami. Nem tudjuk, mert ez eléggé kalandos a sztori. Elkéstük! Most Prágába ember! Az a nagy helyzet, hogy mesterei vagyunk a higgadt nevetéseknek, amikor más már régen bepánikolna. Felkettő éves laza a bandám. Mondom, hogy megyünk Prágába, és most már nem állít meg senki. Így vagy úgy, de csak odaértünk a Csefővárosba, folyattuk a könnyeinket a sok nevetéstől, magunkba pedig a sört. Rengeteg sört. Régóta vonzott ez a hely, de akkor döntöttük el, hogy mi most már tényleg kilátogatunk ide, amikor a Face-en megláttunk egy eseményt valami fehér feltörekvő rapperről, hogy is hívják, Eminem. Csak egy sajnos kiderült, hogy fék az esemény, mi viszont már nem ismertük a féket. A látszat ellenére azért kultúrálódtunk is, és felfedeztük a várost, na meg leforgattunk egy videóklipet, ami hamarosan érkezik. There was a man called Jack. He hit the roads and never came back. He had a woman so old and mean that she really never understood him. He said, woman, I'll be back on my feet someday, but she really didn't care. You see, Jack had no money, so he wasn't good. And he said to his woman, I'll be gone for good. Prágába!